Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. A Pilis ellen ül először tétmeccsen a Kisvárda kispadján Mátyus János. A Honvéd nyerte a Sitkó Ernő emléktornát, a Kékcápák negyedikek lettek. Hazai vereséggel kezdte a bajnokságot a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Vasárnap rajtol a szezon az Aqua Esze gyermek, serdülő és ifi csapatai számára. A hétvégi Pilis elleni magyar kupa mérkőzésen először tétmeccsen a Kisvárda kispadján Mátyus János. A vezetőedzőt és csapatát a csütörtöki tréningen látogattuk meg. Az első benyomásaim feltétlen pozitívak. Nyilván az ember sejtett, hogy milyen közepbe érkezik, de mégis meglepődtem, hiszen kifogástalan körülmények között tudunk készülni. Egy nagyszerű stadionban, remek kiszolgáló helyiségekkel, nagyszerű pályákkal. Most van egy kis gond a pályáinkkal, hiszen egy gombafertőzés megtámadta őket, de hamarosan szerintem már minden pályánk használható lesz. Én megtekintettem az elmúlt fordulóban az Újpest-Kisvárda mérkőzést, és akkor elmondtam a meccs után, hogy bár borzasztó nehéz helyzetben van a csapat, hiszen ennél nehezebb helyzetben akkor lenne, hogyha kieső helyen lenne, de a keretet alkalmasnak érzem arra, hogy meginduljunk fölfelé. Hétvége lesz egy roppant fontos kupamérkőzésünk Pilisen, aztán jövő vasárnap az első bajnoki meccsünk a Ferencváros ellen, meg kell indulnunk fölfelé. Mi az, ami mindenképp változtatni szeretné, változtatni kell ahhoz, hogy jöjjenek a pontok? Egész életemet végkísérte az edzőként, hogy mindig olyan helyre kerültem, ahol borzasztó nehéz helyzetben volt a csapat. Így van ez Kisvárdán is. Van egyfajta elképzelés a fejemben, de konkrét recept nincsen. Minden csapat más, minden mérkőzés más, közhely, ugye tényleg így van, minden játékos lelkivilága más, meg kell találnom a játékosot a kulcsot, meg kell találnom azt, hogy mi a megfelelő taktika. Ez nyilvánvalóan rengeteg elemzés, rengeteg beszélgetés, rengeteg akár taktikai megbeszélés, akár egyéni megbeszélés. Én bízom, hogy ennek sikerülni fog. Azt mondták mondani, hogy a győzelmek építik a morált, a csapat egységet, az önbizalmat, a vereségek pedig rombolják. Ezen a téren mi a helyzet az öltözőben? Ez pontosan így van. Amikor beléptem a sporttelepre, aztán bementem az öltözőbe néhány perc múlva, eléggé temetői hangulat volt. Most már picit elmennétek arra, akkor jobban hangulat szól a zene, de nyilvánvalóan ez egy nagyszerű mondás, hogy az első győzelmet meg kell szereznünk, és akkor valóban talán jobb lesz a hangulatunk is. Erre alkalmas lehet a Pilis elleni idegenbeli kupameccs, már hozzáteszem, hogy legutóbb a Kisvárda 1-0-ra nyert nem túl könnyen Pilisen. Milyen meccset válsz a srácoktól? Ezt én most néztem meg, nem is olyan régen, meg is lepődtem, hogy ilyen nehéz mérkőzése volt legutóbb a Kisvárdának Pilisen. Most sem lesz könnyű, hiszen egy alacsonyabb osztályú, de biztos vagyok benne, hogy erőtől, lelkesedéstől felvértezett csapattal fogunk találkozni, de nem lehet mesettől. Elmegyünk ki Pilisre, tisztelettel fogunk játszani, tisztelettel fogunk érkezni, de a meccsen meg kell nyernünk és tovább kell lépnünk a következő fordulóba. Utána pedig a bajnokságban következik a Fradi. Egy jó eredmény abszolút alkalmas lenne arra, hogy elinduljon felfelé a csapat. Milyen esélyt látsz erre? Most lehetne siránkozni, hogy milyen szerencsétlenek vagyunk, pont a Ferencváros ellen játszunk rá az idegenben. Én ezt nem tenném. Egyrésztről felesleges siránkozni, mindenkivel kell játszanunk. Másrésztről egy ilyen meccs van talán az évben, amikor az ember nincs nyomás alatt, hiszen gyakorlatilag egy egészen elképesztő formát futó csapattal fogunk találkozni. Az ország legerősebb csapata nyilván, sokszoros magyar bajnok az elmúlt években is. Ettől függetlenül korán sem feltartó kézzel fogunk kimenni a pályára. Mindenképpen szeretnénk egyrésztről a Ferencváros dolgát megnehezíteni, és legalább egy ponttal távozni. Jól kezdte a csapat a bajnokságot, aztán viszont nem jöttek a pontok. Te hogy látod, mi az oka annak, hogy a várakozásnál talán picit gyengében kezdte a Kisvárda bajnokságot? Keresünk még az oka igazából, de egy jó kezdés után nem jött össze úgy, ahogy elterveztük. De most jól jött ki ez a szünet szerintem, és új edzővel a Nérecsáz edző meccs már látszódott, hogy ezért jobb tudunk játszani, jobb tudunk akciók vezetni a támadó az ellenfél pálya támadásba, úgyhogy úgy gondolom, hogy sok helyzet is volt, úgyhogy szerintem ez a vonal kell végigvinni. Több új játékos érkezett, ahogyan az lenni szokott, ők beilleszkedtek-e már a pályán és az öltözőben? Szerintem igen, szerintem jó játékos jöttek, néven fiatalokkal, inkább magyar fiatalok, ezzel örülünk is, de néven idő is kell nekik.
Természetesen azért az NBA egy azért más ritmus, mint amit ők játszottak korábban, de szerintem az időkérdés, hogy felveszi az a ritmus, és fognak tudni segíteni. Szeptember közepén vagyunk, de már a harmadik edzővel készül a csapat. Okoz-e gondot az átállás? Hát nyilván nem egyszerű, amikor folyamatosan így más elképzelés van, de elfogadjuk, és próbálunk mi is szívni ezt az, amit az edző akarja. Mácsussal ma azért már most egy hét már dolgozunk együtt, és a volt edzővel nem is akarok beszélni, de most ez a legfontosabb, hogy a következő meccseket ezt látjuk, ez a javulás a játékunkban. Mácsussal már egy hét dolgozunk, volt egy edzőmeccs, most lesz és egy kupameccs, úgyhogy bízunk benne, hogy már Fráde lenne, ezért már többet fogunk tudni mutatni. Beszéljünk egy picit a kupameccsről, ugye a Pécs vármegyei első osztályban szereplő Pléshez utazik a Kisvárda. Ha csak a osztályokat nézzük, akkor egyértelmű ki az esélyes, de azt is láthatjuk, hogy azért meg kell szenvedni sokszor egy élvonalbeli csapatnak egy alacsonyabb osztályi együttes ellen, milyen mese számítasz? Ha jól emlékszem, akkor egyszer voltunk ott, és nagyon nehezen tudtunk ott nyerni. Szerintem a kupa meccseket van ilyen is, mondjuk van olyan is, amikor nagyon sima. Szerintem csak egy cél lehet utazni Pilishez, hogy tudunk folytatni a Magyar Kupa, úgyhogy nem is kérdés, hogy mi vagyunk az esélyes, és mutatkozni is kell a pályán. Utána viszont Pestre utazik a csapat, a Ferencváros a következő ellenfél a bajnokságban. Nyert már a Kisvárda az Üllői úton. Most milyen messze számítasz? Ott viszont már Ferencváros az esélyes, ugye... Szerintem a legjobb magyar csapat most itt Magyarországon, de nyilván én szerintem is nem is szabad úgy menni a pálya, hogy áll mindegy, hogy úgyis a Fradi esélyes nem. Szerintem pont úgy kell menni, hogy próbálni kell egy meglepetést érni, de a legfontosabb az, hogy már a játék is legyen már javulás, és úgy is utána itt bízunk benne, hogy már most utána a hazai pályát tudunk játszani a videót ellen, úgyhogy bízunk benne, hogy ha nem is a legjobb eredmény, de legalább a játék már legyen biztató. A budapesti honvéd csapata nyerte a Sitkó Ernő emléktornát, a Debrecen és a Kecskemét előtt. A rendező Hübner Nyíregyháza Blue Sharks a negyedik helyen végzett. Horváth Ákos vezetőedző ennek ellenére elégedett volt a látottakkal. Nagyon jó jeleket kaptunk arról, hogy mit érhetünk el, mert az, hogy negyedekre, sőt akár fél időkre fölvettük a versenyt, és amit előtte is nyilatkoztunk, hogy sebességben és keménységben szeretnénk azt a irányt és eredményt elérni, mint az A-csoportos csapatok, ebben szerintem mutatunk nagyon jó jeleket. Egyébként is nagyon kemény ellenfelek voltak, kevés győzelemmel, az önbizalomra ez nem nyomja rá a végét. Folyamatosan kommunikáljuk a játékosok felé, hogy nagyon fontos, hogy ne az alapján ítéljék meg a saját játékerejüket, hogy milyen eredmények születnek, mert a szlovák első osztályú csapat, két A-csoportos csapat, most még egy szlovák visszavágó lesz. Készülünk az első fordulóban, ahol a Budafok csapat ellen fogunk játszani. Abszolút nem a Budafok ellen, nyilván egy jó magyar erőkből álló csapat, de nem lehet összehasonlítani, ahol három légiós, meg kilókban, sebességben. Ha megcsinálunk itt egy jó védekezést, és a végén átugranak a fejünk fölött, és átzsákolnak, vagy újra és újra egy szép rotáció végén a kezünk fölött bedobják a triplát, akkor azt mi magunk is megtapsoljuk. Nem ugyanezt fogjuk kapni nyilván, viszont hogyha, mármint most a B csoport pontodászatában, viszont hogyha ilyen szinten föl leszünk rá készülve, akkor csirájában elfolytatjuk az ottani kísérleteket, és mi pedig támadásban érvényesíthetjük azokat a dolgainkat, amiket itt most nem mindig sikerül. Ha már szóba hoztad a légiósokat, talán még egy hely van kiadó keretben, egy légiós, eldőlte már, hogy hova kell és hogy mikor érkezhet. Röviden nem. Volt már erről szó, sőt, voltak már nálam ilyen-olyan légiós profilok. Valahol ez az én saját személyes döntésem olyan pozícióban és olyan fázisában van a felkészülésünk, ahol egy olyan átmeneti játékot tanulunk, ami az összes játékosnak valamilyen szinten új, egy olyan kémia alakul ki, ami valahol a közepén van. Elsajátítják a filozófiát, az egész játékrendszert.
Most a közepébe bedobnánk egy légiós, nagyon nagy zavart okozna. Mind hierarchikus szempontból, mind annak a légiósnak is úgy meg kéne tanulnia. Tehát nem úgy szeretnénk játszani, hogy ráépítjük a játékunkat egy borzasztó egyéni képességű játékosnak, hogy tessék, old meg. Az nem lesz baj, ha később lesz egy ilyen játékosunk, de még azt gondolom, hogy még bajnoki meccseket is fogunk látni, hogy meglássuk, hogy valóban hova kell beilleszteni. Abszolút képbe vagyunk, és gondolkozunk is rajta. Azt gondolom, hogy az idő a mi magunkra hajtja a vizet, mert a légiósok árai mennek le. Olyan srácok szoktak ilyenkor már elvállalni mondjuk egy-egy ilyen munkát, akik vártak mondjuk egy komolyabb ajánlatra, és meg lehet csípni egy-egy jó légióst akár októberben, novemberben is. Ki fogunk ezzel várni, mert nagyon jó az út, úgy látom, hogy a srácok jól reagálnak a dolgokra, szóval szerintem ezzel nem lesz gond. Most erről a Kecskemét elleni meccsről szólva, ez egy tisztes vereség volt játéképében eredményben, úgyhogy Busi Ván és Szobjad Jani a két legrutinosabb ember a kispadon ült. Mit lehet tudni az ő állapotokról, mennyire komoly a sérülésük? Semmiképpen nem komoly, tehát mind a ketten valamilyen szinte sérülésbe jöttek vissza. Inkább sokkal inkább az van, hogy a sérüléssel vállalták a játékot. Iván egy olyan 2-3 hete edz úgy igazán kontaktba, pihentetik el azt a derekat, tehát újra és újra visszaesne. Nekünk sokkal fontosabb most, hogy az első fordulója legyen 100%-osan egészséges. Daniak műtötték a bokáját, ez egy tisztító műtét volt, időzített. Ő is, mind a kettőjükkel megbeszéltük, hogy bemelegítenek, és nézzük meg, hogy bírja a test. Én is már azt döntöttem volna helyettük is, a mozgásuk alapján, hogy ne erőltessük. Az a jó, hogyha most pihennek egyet, és akkor jövő héten elkezdjük újra a munkát. Hétvégén még lesz egy edzőmeccs, még egy hét készülés, és akkor már azt mondom, hogy addigra látszani fog, hogy fölveszi az izomot a ritmust. Szerintem mindkettőjük rendben lesz. Két nap alatt két mérkőzést játszott a Hübnyegyir-Egyháza Blue Stars, ráadásul átcsoportos csapatok ellen. Mennyire volt megterhelő ez a rövid időben, hogy játszott két meccs, és mennyire valósultak meg a csapat céljai? Én úgy érzem, hogy helytáltunk mind a két mérkőzésen. Ameddig bírtuk energiával, addig úgy érzem, hogy méltó ellenfelé voltunk mind a két átcsoportos csapatnak. Sokan még perc limiten voltak, úgyhogy ez így meg is látszódott, de nyilván ez még mindig csak egy felkészülési időszak, és várjuk az első bajnoki mérkőzést. Én úgy érzem, hogy kész leszünk, ez is egy nagyon jó kis megmérettetés volt, úgyhogy várom a kezdést és a fiúk is. Személyesen a te célod mennyire valósultak meg, ugye a jobb dobó közé tartoztak mindkét mérkőzésen, elégedett vagy a teljesítményeddel? Elégedett vagyok, de ezt is csapat teljesítmény oldalról közelíteném meg. Én azért tudtam jól játszani, mert megtaláltak a társaim. Ami van rendszer, az működik, úgy néz ki, nyilván még rengeteget kell gyakorolnunk, edzenünk együtt, még jobban összecsiszolódnunk, de az én teljesítményem az abszolút a többieknek is, és a rendszernek a jó minősége. Mint annyian mások a csapatból, te is új játékos vagy, hol tart a beilleszkedésetek? Már kész, összeállt a csapat, én úgy érzem, hogy az öltözőben minden rendben van, befogadtak engem is, ezt mondhatom a többi újérkező nevében is. Jó a közeg, minden adott ahhoz, hogy mi jó a körülmények között tudjunk edzeni, és a srácok is összeállt a csapat, még a pályán kell csiszolódnunk. Hétfőtől már azt mondhatjuk el, hogy a jövő héten kezdődik a bajnokság, mennyire van ez közel, és mit lehet majd remélni? Ez közel van, ugye még pénteken lesz egy mérkőzésünk itthon, ugye a szlovák csapat ellen, igen, és jól mondod, utazunk ugye első mérkőzés Budafok idegenbe. Nagyon várom a kezdést. Kész leszünk. Már most is kész vagyunk igazából, csak ahogy mondtam, sokan még perclimiten vagyunk, de így még türelem, szépen nem kell elkapkodni. Ahogy te is mondtad, jövő héten kezdünk még csak, úgyhogy addigra kell készen lennünk. Vereséggel kezdte a bajnokságot a nyírbátori férfi kézilabda csapat. Falcsik Miklós együttese az NB2 D csoportjának nyitófordulójában hazai pályán 29-22-re kapott ki a Hajdúszoboszlótól. Az elmúlt szezonban látottal megegyező csapattal fogadta az alaposan megerősített Hajdúszoboszlót a nyírbátor. Az első 5 percben felváltva estek a gólok, aztán elkezdett ellépni ellenfelétől a vendégcsapat. A legnagyobb különbség a félidő végére alakult ki, 30 perc játék után
10-18 állt az eredményjelzőn. Fordulás után nem nőtt a különbség, sőt negyed órával a meccs vége előtt 5 gólra zárkózott fel a Nyírbátor. Tovább is csökkenhetett volna a hátrány, azonban hazai zicserek maradtak ki, a Hajdúszoboszló pedig újítani tudott, és végül 7 gólos győzelmet aratott az első forduló rangadóján. Nyírbátorban mindig nehéz, főleg idegenben ugye pontot szerezni. Mindenképpen a pontosságot kértem tőlük, hiszen ugye a szezon elején vagyunk, nagyon meleg van, nagyon könnyen csúszik a labda, és ennek megfelelően elég jól kezdtük, de a szélsőink sokat hibáztak, és ezt azért könnyűtelenül kihasználja ugye az ellenfél. Úgyhogy a váltás után sikerült egy kis előnyt szerezni, ami ugye a félidő végére az már egész jó lett, és azt próbáltuk megtartani, azért mi is belefáradtunk. Páncél Zolival, Szűcs Balázssal, Bagi Kapussal azért alaposan megerősödött ez a csapat. Mi a cél a bajnokságban, ugye új rendszerben bonyolítják most? Gyakorlatilag itt minden egyes csapatnak szerintem ugyanaz a cél. A legjobb négybe kerülni az alapszakasz végére februárban, ezért pedig mindent megtenni. Hazai pályán verhetetlennek maradni és idegenben minél több pontot szerezni, ennyi a cél. Nagyon szép számú szurkoló kísért el benneteket. Ez korábban is jellemző volt Hajdúszoboszlóra, vagy pedig most erre a csapatra kíváncsiak ennyi? Igazából egy olyan 2 éve már törzs szurkolóink mindig elkísérnek bennünket, és ez nagyon jól esik, hogy az utánpótlás csapatok, akikkel foglalkozunk, azoknak a szüleik így összefogva eljönnek és buzdítanak bennünket. Úgyhogy nem csak otthoni pályán alkotunk egy hatalmas megkatlant, hanem így idegenben is azért elég sokszor. A tavalyi bajnokságban például ugye Szegedre, Makóra is elkísértek bennünket erőn felül, úgyhogy köszönjük neki innen is. Következő mérkőzés? Következő mérkőzés Hajdúnánás megerősödött csapata, illetve hát megyéből feljutott csapata jön hozzánk. Ők most a tegnapi napon kikaptak a Balmazújvárostól, viszont ez szerintem a két csapat között azért hatalmas különbség van a Nánás irányába, viszont ők szerintem egy kicsit félváról vették ezt a mérkőzést, azt is megnéztem tegnap. Mi nem fogjuk ezt a mérkőzést sem félváról venni, készülünk rájuk, és mindenképpen szeretnénk otthon tartani a 2 pontot. Nem úgy kezdte a csapat ezt a bajnokságot, hogy az előzőt befejezte. Egy gyakorlatilag változatlan kerettel vágtatott neki ennek a szezonnak. Ezzel a meccsel kapcsolatban erre számítottál? Nem erre számítottam. Először is ezúttal is szeretnék gratulálni a Hajdúszoboszló csapatának. Néhány játékosom kivételével jobban akarták ezt a győzelmet. Valamilyen úton módon meg ki kell deríteni az okát, hogy mi volt ez a enervált, sokszor nem törődöm játék. Nem szeretnék most olyat mondani, amit később megbánnék, de sajnos a látottak azok most elszomorítanak engem nagyon. Nem így ismertem meg ezt a csapatot, illetve nem ezt a hozzáállást mutatták az előző évadban. Nagyon szomorú vagyok, hogy nem sikerült jól elkezdeni ezt a bajnokságot, óriási dolog lett volna győzelemmel kezdeni, főleg úgy, hogy a Kisvárda és a Balmazújváros is idegenbe tudott győzni. Ez mind a mi malmunkra hajtotta volna a vizet. Sajnálom, sajnos át kell itt értékelni néhány dolgot, meg kell beszéljük a héten, a fejeket rendbe kell tenni, mert mondom, nem szeretnék olyat mondani, amit később megbánok, de vannak rossz érzéseim, és ezt nem szeretném, hogyha ha ezek beigazolódnának. Volt egyáltalán olyan periódus, amelyesnek ugye fél időben 8 góllal vezetett az ellenfél, amikor úgy érezted, hogy van szansz megfordítani ezt a meccset? Végig úgy éreztem, az öltözőben is azt tápláltam a srácokban, hogy annak ellenére, hogy ennyire mély ponton vagyunk, próbáljunk meg egy picit lábbal felpörögni, fejbe valahogy egy kicsit rendezni a gondolatainkat, mert az, hogy egy passzból kapura lövünk, ennek a Bagi srácnak, ez egy nagyon jó képzett kapus, ezeket mind két kézzel leszett, és akkor indultak belőle. Hát lőttek, vagy 6 vagy 7 rendezetten védelmelni támadásból gólt nekünk, akiknek kellene ezt csináljuk, meg ez a játékunk, ez volt az előző szezonban. Most, hát ne mondjam, hogy mit csináltunk a lerohanás helyett. És a második fél időben mindent elkövettünk. Megváltoztattuk a védekezést, kinyitottuk, bezártuk, megint kinyitottuk, embert fogtunk, támadásban 7-6-ot kipróbáltuk kínunkba, és egyszerűen nem, és nem, és nem, és nem akart semmi egyön, és akkor, amikor 3 támadásokat kivédekeztük, és mind a 3 zicsert kihagytuk 26-21-nél, és még utána a 7-est is kihagytuk,
az már megpecsételte a sorsunkat. Tehát ott lehetett volna talán, ha nem is megnyerni a mérkőzést, és nem is biztos, hogy kiegyenlíteni, de legalább egy tisztes távolba, egy-két gólos közelségbe kerülni. Azt sajnálom, hogy ezzel nem értünk, és ez egyértelműen a koncentráció hiánya, illetve valami más, de azt még nem tudom. Következő mérkőzés? Következő mérkőzés a Kisvárda ellen. Kisvárdán, ugye ők hazai pályán most biztos feldobva, tele önbizalommal fognak majd ellenünk játszani, főleg úgy, hogy a tavaly ugye az első fél időben alig majdnem, hogy leléptek bennünket, ugyanúgy, mint a Hajdúszoboszló, vezettek vagy 6-7 góllal, és mi nekünk onnan sikerült megfordítani a meccset és egy góllal győzni. Biztos, hogy élet-halál harc lesz, mert ha ezt a hazai fiaskót nem tudjuk idegenből visszahozni, akkor nagy baj lesz. Akkor nem akarom azt mondani, hogy nem lesz meg az első négy, de akkor aztán nagyon kell küzdködni. Ez biztos. Az ellenfél új volt most a mezőnyben a tavalyi szezonhoz képest, viszont volt jól néhány ismerős játékos a másik oldalon, mégis úgy tűnt, hogy picit megleptek benneteket, te hogy érezted a pályán? Megleptek minket először is, gratulálok a Hajdúszoboszlónak. Nagyon látszott rajtuk, hogy felkészültek. Igen, sok ismerős játékos volt a szoboszlói csapatban, mert néhány éve még itt játszottak. Úgy gondolom nem az okozta a különbséget, hanem inkább a sok kihagyott zicser a mi oldalunkon, meg nagyon-nagyon jó kapus teljesítmény láthatunk a Hajdúszoboszló csapatánál. Falcsik Miklós azt hiányolta leginkább, hogy ő úgy látta, hogy az ellenfél jobban akarta a győzelmet, hát gondolom, mikor egy csapat felmegy a pályára nyerni akar, mi hiányzott ahhoz mégis, hogy meglegyen az a tűz, ami kellett volna, akár egy szoros meccshez, akár egy győzelemhez? Talán az, hogy amikor kritikus helyzet volt, mi hibáztunk. Én úgy gondolom, hogy az akartunk mi is, csak nem sikerült, nem jött össze a kihagyott zicserek. Azt mutatják, mert azok bementek volna, akkor lehet egy más eredmény született volna, de nem mentek be sajnos. Hát, hogy dolgozunk tovább, még nincs vége ennek az új bajnokságnak igazából. Ez egy nagyon szoros, hosszú bajnokság lesz. Ebből a mérkőzésből szerintem, ha meg fogjuk nézni, nagyon-nagyon sokat fogunk tanulni, és majd a Szoboszlón remélhetőleg vissza tudjuk hozni ezt a 2 pontot, amit most elbuktunk. Becsülettel felkészülünk jövő héten a Kisvárda mérkőzésre, és próbálunk ott mérkőzést nyerni. Vasárnap rajtol az országos bajnokság az Akvese gyermekserdülő és ifjúsági csapatai számára. A klub ezen kívül még 8 együttes versenyeztet, valamint először leánycsapat is indul az Akvese neve alatt. Én azt gondolom, hogy az Akva sportegyesülettel, ugyanúgy, ahogy mindegyik más sportegyesülettel, aki edzésmunkát végez itt a Eszmevárosi Sportuszodában, nagyon baráti a kapcsolat. Ugye a érdek az közös, tulajdonképpen mind a ketten azért dolgozunk, hogy a itt dolgozó gyerekek, az itt edzésmunkát végző gyerekek a legjobb teljesítményüket tudják nyújtani a különböző sportversenyeken. Egyrészt ez fontos az, hogy mi milyen pályát adunk, illetve az is nagyon fontos, hogy ők milyen edzésmunkát végeznek. A kettő egyenes nélkül nem működik, és ez pedig csak jó kapcsolatban, közös érdekek mentén lehet tulajdonképpen jól végezni. Egyéb iránt az úszoda kihasználtság, amilyen így az elmúlt évek tapasztalatát illetően? Országos szinten is kimagasló indikátor számokkal rendelkezünk, hiszen 3 olyan egyesület, illetve 3 olyan egy szervezet van, aki gyerekeket mozgat meg itt a városi sportuszodában. Egyrészt ugye az előbb említett Akvasport Egyesület, akik délutánonként veszik igénybe a medencét vízilabda edzésekkel. A délelőtt folyamán az úszó nemzetprogram és iskolai oktatások folynak a Kismedencében, Tammedencében, de ők is egyre inkább már lépnek majd át a Nagymedencébe, illetve délelőtt, illetve délután pedig a Nyíregyházi Sportcentrum, mint kiemelt vidéki sportegyesület veszi igénybe a medencét úszó foglalkozásoknál. Tehát azt gondolom, hogy majdnem, hogy 100%-os a kihasználtság a sport tekintetében magának az úszodának, de azt se felejtsük el, hogy a nyíregyháziak pedig úszó jegyek megvásárlásával szintén tudnak mozogni az egészségük megőrzéséért, hiszen ők reggel 6 órától 14 óráig hétköznaponként látogathatják a Nagymedencét. Szeretném akkor ezt átmondani, hogy sok szeretettel. Roland, úgy fogalmazta, hogy miért földkő ez a mai adományozás az Akvese életében, miért is gondolod így? Azért gondolom így, mert az elmúlt 19 évünkben a tagdíjaink mellett mindig mi csak kaptunk, akár a várostól, vagy azoktól a vállalkozásoktól, akik tó befizetők voltak, és most eljutottunk arra a szintre, hogy most már mi is adhatunk. Elmúlt időszakokban, években karácsonykor voltak adománygyűjtéseink, amikor különböző alapítványokat támogattunk,
és most eljutottunk oda, hogy évközben is már megtehetjük azt, hogy mi is adományozunk, és ezért jött ez az ötlet, hogy mindenféleképpen ott, ahol mi egy családként dolgozunk és napi munkában részt veszünk, azt a rendszert, azt a központi épületet, illetve infrastruktúrát támogassuk, mint ez a városi úszodai Nyíregyházán. Ugye rövidesen indul a vízilabda szezon, az AKVS hány csapattal, hány gyermekkel méretteti meg magát, és milyen célokkal? A mérföldkövekhez visszatérve, ez is egy újabb mérföldkő az Egyesület életében, mert soha ennyi csapattal még nem vettünk részt a Magyar Vízilabda Szövetség rendszerében a bajnokságban. Három csapatunk lesz az országos bajnokságban, a gyermekserdülő és ifjúsági, illetve az Észak-Keleti Ligában 8 csapatunk fog részt venni, és lesz egy új, ami most debütál, az a gyermekkettes országos lánycsapatunk, ami nagyon örömünkre saját csapatunk lesz, de az Egernek a segítségével, azért is, mert onnan 4 gyereket fogunk kettős igazolással igazolni, és most már nem az lesz, hogy a nyíregyházi gyerekek mennek Egerbe, hanem most egri gyerekek jönnek Nyíregyházára, és a fő gerincét ennek a csapatnak a nyíregyházi lányok utánpótlás neveli szempontjából ők fogják adni. Ugye jövőre 20 éves az Egyesület, mivel készül erre a jubileumra az AKVS-e? Az önkormányzattal már egyeztettünk, és szeretnünk egy olyan ünnepséget, egy ünnepi napot szervezni, ami méltó az Egyesülethez, a városhoz, és közösen egy olyan rendezvényt szervezni, ami itt az uszodához köthető, a vízilabdához köthető, és annak a szervezése tulajdonképpen már elindult, egyeztetések folynak, nem titkos szándékunk, hogy olimpiai bajnokokat fogunk megkérni, hogy jöjjenek le, és emeljék a rendezvény színvonalát majd a jelenlétükkel. Mellette szeretnénk egy egynapos tornát is majd szervezni utánpótláskorú gyerekeknek, illetve egy pici ilyen kis zenés mulatságot is, amivel majd a felnőtteket, támogatókat, illetve azokat a szülőket is meg tudjuk szólítani, akik a háttérben vannak a gyermekeink által. Ennyi fért a mai sportszeletben, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva a viszontlátásra.